Sziasztok, én Huberix vagyok, és hát ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy a csatornán mi várható. Nagyon sokfajta ilyen videó volt, viszont ebben a sorozatban, vagy ebben a videóban másra is ki fogok térni. Tehát az első, amire ki szeretnék térni, az nem más, mint a Mesterencei Defa szemszögéből című sorozatom. Ez a sorozat 12 részig jutott el körülbelül, viszont sajnos a végére már úgy éreztem, hogy lelappant a megtekintés szám, és már nem annyira érdeklődtetek iránta. Ez amiatt lehetett, hiszen SkyPVP2-tön készítettem ebből a sorozatból nagyon sokat, és már a végére mindig ugyanazt kellett néznetek, hogy ugyanúgy beszereztem a cuccokat, stb. Természetesen közben azért rencsantolgattam, meg fejlődtem is, de valamikor ez újra kezdődött, és mindig ugyanaz a kör ment le, és a végére unalmas lett. SkyPVP 3 Restonecrafton is készítettem ilyen videókat, de akkor is unalmas lett a végére, mert mindig csak ezen a két szerveren csináltam videót, és ti azt vártátok, hogy minden szerveren bemutatom a cuccokat, és jól vártátok, hiszen én egyetértek ezzel teljes mértékben, hogy minden Mesterencei szerveren bemutassam a cuccokat. Viszont ahhoz meg kell találnom őket, hogy mondjuk hol található SkyPVP egy PVP hubon, a gyémán melvért, vagy gyémán nadrág, stb. Gyémántkard, és hogyha ez megvan, akkor be tudom számotokra mutatni. Viszont akkor el kell ezeken a szervereken kezdenem játszani, vagy hogyha gondolja valamelyik őtök, akár felkereshet engem, és megmutathatja nekem ezeket a cuccokat, és akkor neki megköszönöm, és videóban bemutatom, hogy ezek hol találhatóak, tehát a gondoljátok, ti is segítettek ebben a sorozatban. Amit még szerettem volna, hogy írtátok, hogy modos sorozat nem lenne rossz, és én gondolkoztam ezen, hogy tényleg nagyon jó lenne, ha készítenék, hogy milyen modokat rakjak ebbe a sorozatba, azt szeretném tőletek megkérdezni, viszont hogyha leírjátok, hogy milyen modokat szeretnétek, akkor kérlek írjátok mellé, hogy ebben a modban mit találhatóak, mire jó, stb. Például, hogyha leírjátok, hogy dormod, akkor odaírjátok, hogy ez egy olyan mod, amiben ajtók találhatóak, mindenféle érdekes ajtó, például gyárajtó. Ez most csak egy egyszerű példa volt, létezik egy hasonló mod is egyébként, és írtatok állatos modokat még anno, csak az a bejegyzés már eltűnt, és most ezért ismét megkérdezem tőletek, és akkor egy ilyen modos túlélős sorozatot be tudnánk hozni, esetleg nem is csak túléléset, hanem a túlélés mellett tudnék akár ilyen építéses videókat készíteni, meg livestreameket, amiben modot használok, természetesen a túlélős sorozatról is lehetne élőadást készíteni, csak nem mindig van lehetőségem live-olni. De azért próbálkozom, és hogyha lehetőség adódik, akkor miért is ne készítek egy élőadást. Tehát akkor a Defa szemszögéből sorozat és a modos sorozat az, amit én úgy gondolom, hogy fel kellene futtatni, mert ezek mind-mind jó ötletek, és lehetne és velük jól éreztetni a közönséget is, meg magunkat is, mert olyan érdekes dolgok lehetnek egy modba, amik a sima Minecraftban körülbelül 20 frissítéssel később sem fognak bejönni, hiszen azért a Minecraftnak van egy alapsztoria, és ahhoz nem jöhetnek olyan dolgok, mint például kismanók a Minecraftban, stb. Tehát értitek a lényeget. Köszönöm szépen, hogyha segítetek és leírjátok kommentbe annak a modnak a nevét és elmagyarázását, amit szeretnétek a túlélős modos sorozatban látni, és hogyha valaki segít abban, hogy bizony a szervereken hol található a gyémán melvér, szikő, stb. Természetesen más cuccok, például ínyélvesző, ópialma, simalma, erőkettő, erő, gyorsaságkettő, stb. Hogyha található, azt is megköszönöm, minél több mindent szeretnék bemutatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én Huberix voltam, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!